Bódi Judit képviselőasszony és Olán Miklós képviselő úr az összefogás Hajdú Dánásért képviselőcsoport nevében szeptember 7-én sajtótájékoztató keretében ismertette állásfoglalásukat a települési adó hatályon kívül helyezéséről, a közétkeztetési díjak emeléséről, illetve a gimnázium ingó és ingatlan vagyonának visszaadásáról a református egyház részére. Az első téma, amit szeretnék fölhozni, ez a térítési díja 10%-kal való megemelése. Ezen a képviselőtestület ülésen elhangzott az a vád a képviselőcsoportunkkal szembe, hogy mi soha nem vállalunk felelősséget a tekintetben, hogy a képviselőtestület a tulajdonosa ezeknek a 100%-os gazdasági társaságoknak, és igenis vannak olyan felelősségteljes döntések, amiket meg kell hozni. Én ott bizonytalan voltam, de azóta utána néztem a jegyzőkönyvekbe, igenis megszavazta a képviselőcsoportunk is, tehát egyhangulag döntött a képviselőtestület jó pár hónappal ezelőtt arról, hogy amikor a COVID után a gazdasági társaságoknak is volt lehetősége arra, hogy kövessék a gazdasági eseményeket, az inflációt, az energia áremelés, stb., akkor a közétkeztetési KHT fordult felénk azzal, hogy 30%-kal szeretné a díjakat megemelni. Akkor a képviselőtestület nem 30%-ról, hanem 40%-ról döntött, hisz úgy láttuk, hogy a COVID ideje alatt, amikor nem volt erre lehetősége, akkor nagyon elmaradtak az árak, és igenis nem hozhatjuk a gazdasági társaságot olyan helyzetbe, hogy ezért működésképtelenné válik. Most jött egy újabb kérés, ahol 20%-ot fogalmazott meg felénk a KHT, amelyet mi nem tudtunk támogatni. Ennek több indoka volt. Többek között az indoklásban benne volt a nyersanyag áraknak a 100%-os emelkedése, amelyet mi megnéztünk, hogy a kiskereskedelemben ezek a nyersanyag árak hogyan változtak. Nem adták vissza azokat a számokat, amelyek az áremelkedést tükrözték, magyarán nem emelkedtek olyan mértékben az élelmiszer árak, sőt, minden reményeink szerint azért most valami csökkenő tendenciát fognak mutatni. Igaz, polgármester úr kifejtette, hogy a közbeszerzés csak arra való, hogy az árakat emelje, amivel természetesen nem értünk egyet, mert a közbeszerzés arra való pontosan, hogy megpróbáljuk a legjobb árakat versenyeztetni. Tehát ez volt az egyik indokunk. A másik indokunk az volt, hogy volt a képviselőtestületi anyagban egy összehasonlítás a tekintetben, hogy a környező városokban milyenek a térítési díjak. Ebből egyértelműen látszott, hogy talán Hajdúböszörmény volt az egyetlen olyan város, ahol még tőlünk is drágább térítési díjak vannak, de azért inkább az a jellemző, hogy olcsóbbak ezek az árak. A mi képviselőcsoportunk azt képviselte, hogy lehet, hogy most át kellene nézni magának a gazdasági társaságnak a működését, és belső költségcsökkentéssel lehetne azt elérni, hogy ne kelljen árakat emelni. Az a mondat, ami arról szól, hogy tulajdonképpen a fideszes többségű képviselőket az nyugtatja meg, hogy decemberben újra fogjuk tárgyalni ezt a kérdést, hát én nagy-nagy figyelemmel várom azt, hogy pontosan decemberben fogunk tudni hozni egy olyan döntést, miszerint a társaság be fogja tudni bizonyítani, hogy ő ki tudja gazdálkodni, hogy esetleg még ezt a 10% növekedést is vissza tudjuk hozni, de ha ezt a döntést fogja hozni a képviselőtestület, mi meg fogjuk szavazni. A települési adó témájában Olán Miklós képviselő úr ismertette a képviselőcsoport véleményét. 2014-ben vezették be Hajdú Dánáson ezt a adót, úgyhogy 2015-től szedhette a város. Ennek az oka az, hogy előtte a fideszes kormány már az önkormányzatoktól kezdte elszedni a vagyont, a bevételeket, adóbevételi lehetőségeket, és helyette jött egy lehetőség, hogy települési adót lehessen bevezetni. Volt ellentmondás, mert a földalapú adót Magyarországon már akkor sem nagyon lehetett, de a jogászok találtak egy részt, és ez alapján mégis egy szűk rétegre kivetették.
Szerintem nem örült neki különösebben senki, de tudomásul vette. Ezt 7 évig szedhette a város. A múlt évben már a országgyűlési képviselők, a MAGOZ és sok mindenki indított akciót arra, hogy meg kellene szüntetni. Ennek az oka az volt, hogy Hódmezővásárhelyen is megpróbálták ezt bevezetni, és ez nem volt szimpatikus. Így került sor arra, hogy petíciókat szerkesztettek ennek az adónak az eltörlésére, aláírásokat gyűjtöttek, ami meg is történt, és gyakorlatilag összegyűlt az, hogy az országgyűlés elé került, és eltörölték ezt az adót így Hajdonálláson, és most eltörlésre került. Ami így egymagában örömteljes dolog, de nyilván, mint mindenben, ebbe is vita alakult ki köztünk, és itt egyrészt a vita tárgya az volt, hogy már az előző évben sem kellett volna duplájára megemelni, és úgymond a gazdákat megsarcolni, mert akkor már a polgármester úrnak volt arról információja, nem csak nekünk, neki még közvetlenebb, hogy meg fogják szüntetni ezt az adónemet, és ezért ne menjünk ellen a dolgoknak, mi ettől függetlenül Hajdonállás városa megemelte. És így gyakorlatilag a használd a más ember pénzét nevű elvet alkalmazva beszedte ezt az adót, amit most vissza kell fizetni. Elhangzott az, hogy azért került megszüntetésre, mert Hódmezővásárhelyen szociális célra kívánták használni. Ez az állítás, ez így valós, mert nem ezért került eltörlésre, hanem azért, mert még a rendszerváltás után kialakult a magyar pártok között egy egyetértés, hogy a magyar földre adót nem lehet kivetni. És azt a részt, amit a múltkor, vagy az előző időszakban megtaláltak a jogászok, most ezt bezárták, és gyakorlatilag ez az elv érvényesül, hogy a földet nem lehet megadóztatni. Hajdonálláson a polgármester elmondása szerint ez a külterületi utak fenntartására, javítására fordítódott. Ez részben igaz állítás, mert kaptunk egy kimutatást, amelyben látszik, hogy a idők során a források, ezen források egy részét erre fordították, de nyilván egyébre is fordították szociális célra például. Tanyagondnokság fordították fásításra, és fordították gépek javítására, fenntartására. Tehát mi azt mondjuk, hogy nem egyértelmű, hogy csak infrastruktúra fenntartásra használták, és ezt jobb, ha helyére tesszük. Nyilván az önkormányzat 90%-osban tulajdonosa a város határában levő utaknak, mezőgazdasági utaknak, ennek a fenntartása továbbra is az önkormányzat feladata, de megnyugtatóan elhangzott az idei évben ennek a forrását, a nem vált iparűzési adó emelkedés, bevétel emelkedésből fedezni lehet. A későbbiek pedig az önkormányzat biztos, hogy megtalálja ennek a lehetőségét és forrását pályázatokból és egyéb módon. Bódi Judit képviselőasszony a gimnázium ingatlan és ingó vagyonának visszaadása kérdésében ismertette képviselőcsoportjuk álláspontját. 2015-ben hozott az akkori többségű önkormányzat egy döntést, hogy maga a fenntartása, üzemeltetése átkerül a református egyházhoz. A református egyház üzemeltetése alatt látjuk az eredményeket, ezzel semmi gondunk nincs. Sokkal jobban üzemeltetni szeretném hozzátenni, mint ahogy ezt a klik tette. Most viszont akkor megmaradt az önkormányzat tulajdonában az épület, és karöltve az egyházzal üzemeltette. A polgármester asszony a sajtótájékoztatón egy mondaton belül két ellenkező állítást tett, miszerint az a támogatást, amit az önkormányzat, hajdonállási önkormányzat ad, az jó gazda gondosságával fenntartásra kapja a gimnázium. Ez tényszerűen nem igaz, mert egyébként üzemeltetésre is. Én nem mondom, hogy fenntartás nincs benne, de alapvetően üzemeltetésre is kapja minden évben a támogatást.
Számomra az meglepetés, mert mi a képviselőcsoportunk szánt szándékkal nem vetettük fel ezt a kérdést, hogy a további üzemeltetés hogyan fog történni a rendkívüli testületi ülésen, ugyanis mi úgy gondoltuk, hogy ez a következő évnek a költségvetésénél fog felvetődni, de a polgármester asszony kifejtette, hogy aki az épület, az fogja a fenntartási költségeket is viselni. Én erre nagyon kíváncsi leszek a következő költségvetés tárgyalásánál, hogy hogyan fog ez felvetődni. Ami a mi problémánk volt, az kettő dolog. Az egyik, hogy miért mondjuk azt ki, hogy jelen pillanatban a gimnázium épülete 330 millió forintot képvisel, szerintem ennél jóval több a piaci értéke, de az meg aztán végképp felháborító számomra, hogy kimondjuk azt, hogy az eszköz állománya az nulla értéket képvisel. Én értem, hogy ez számbiteli érték, de ha egyszer átadásra kerül egy vagyonelem, akkor annak a piaci értékét kellene meghatározni, és a piaci értéken átadni. Igenis, az önkormányzat e tekintetben vagyonvesztést szenved el, hisz ez a vagyonérték kikerül az önkormányzat vagyontárgyai közül. Én annyit kértem, hogy legalább tegyük azt meg, hogy a piaci értékét határozzuk meg az épületnek is, és az eszközállománynak is, és igenis így kerüljön átadásra, hisz azért azt ne felejtsük el, hogy abban az időszakban, amikor tudjuk, hogy 2010 előtt a fűsenőt hajdonáláson, azért mégiscsak több mint 500 millió forintból felújításra került maga az épület, és egyébként időközben maga az eszközállományban és fejlesztések történtek, például a üveges program tekintetében. Ezeket a kérdéseket fölvetve, és Kocsis Áron képviselőtársam ezen az ülésen elmondta a kérdésemről, hogy tulajdonképpen mi fog változni, hogy hát, hogy talán így az egyház több olyan pályázathoz és fejlesztéshez fog jutni, amit a gimnáziumra fognak fordítani. Én nagyon kíváncsian várom, és nagyon örülnék neki, ha legalább ennyi hasznunk lenne abból, hogy most maga az épület is átkerül, és azt meg aztán végképp nem értem, hogy egy ilyen kvázi átadásról beszélünk. Nem, ez nem kvázi átadás, ezt átadjuk, ezt az ingatlant az egyház tulajdonába. Mi egy-egy témáról elmondjuk a véleményünket, elmondjuk, hogy nekünk erről mi a gondolatunk, és nem hiszem, hogy ezzel akármilyen bűnt követnénk el, hisz lehet, hogy arra fogjuk sarkalni a közösségünket, hajdunános közösségét, hogy egy-egy dologról elgondolkodjanak, és kialakítsák a saját véleményünket.